Ebben a 0,5 ml-es ampullában a felnőtt szervezet számára szükséges influenza elleni oltóanyag található, amelynek beadása után 14 napon belül alakul ki a védettség. Dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos azt mondta, járvány még nincs, de megbetegedések már vannak. Az influenza megkülönböztethető nagyon könnyen a tünetek alapján is ezektől a vírusbetegségektől. Az influenza, amikor kezdődik, egy jóval elesettebb, súlyosabb állapotot látunk, azért annál, aki sajnos ebbe a betegségbe beleesik, magas láz jelentkezik végtagfájdalommal, hirtelen kezdődik a betegség. Magas láza van, végtagfájdalma, fáj a feje, fájnak az izületei, az izmai, és nem annyira jellemző ez a hurutos tünetcsoport, tehát ilyenkor még elmondható, hogy nem jellemző az, hogy gyakran kéne fújni az óráknál, náthás lenne. Torokfájdalom előfordul, és időnként azt látják is, hogy egy ilyen enyhén bevérzett piros torkot látnak a vizsgálók, de egyéb más megfogható tünet egyelőre nincsen. Nagyon jellemző ez az elesett és súlyos állapot az influenzánál. A város és környékén ugyanúgy, mint ahogy az országos átlagnál, azért ez megfigyelhető. Az országos képén ugye egyre emelkedik az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma, ugye ezt jelentik nekünk a házi orvosoknak egy kijelölt csoportja. Mérsékelt aktivitást mutat a betegség. Egyelőre még nem beszélünk járványról, várhatóan ez az eddigi évek tapasztalata alapján, meg az emelkedés üteme alapján azért néhány hét múlva. Azt gondolom, hogy ez bekövetkezik a maga sajnos elejáró intézkedéseivel és a megbetegedéseknek a számával. Most még abban a fázisban vagyunk, hogy érdemes oltakozni, nagyon is érdemes, mert egy 10 nap, 10-14 nap alatt már kialakul a védettség a betegség ellen. Tehát aki most beoltatja magát, az azért nagy valószínűséggel vagy enyhébb esetben, vagy nem betegszik meg, és ugye itt az oltással elsősorban a szövődményeket akarjuk elkerülni, tehát azért javasoljuk az oltakozást. Szerinte még érdemes kérni az influenza elleni védőoltást a házi orvosoktól, elmondta a sárbogárdi, martonvásári, valamint a dunaújvárosi járást illetően a 18 000 oltóanyagból már több mint 13 000 elfogyott. Az oltóanyag egyrészt beszerezhető a házi orvosoknál, tehát elérhető a házi orvosoknál. Itt egy országos rend alapján térítésmentes oltóanyagot szállítunk ki a házi orvosok részére, és van egy meghatározott csoport, részletes leírás van szintén a házi orvosoknál, akiknek ez térítésmentesen jár. Összességében elmondhatjuk, hogy azoknak, akik bármilyen krónikus megbetegedésben szenvednek, akik kismamák vagy gyermekvállalók, vállalást tervezik, illetve a 60 éven felülieknek, itt nagyon fontos az idős korosztály, hogy aktívabban oltakozzon, mert ugye önálluk vannak azért gyakrabban szövődmények. 60 év felett, akkor is, ha valaki hál' Istennek teljesen egészséges, akkor is térítésmentesen jár az oltóanyag. Ezen kívül itt részben a foglalkozás egészségügyi orvosokat is érinti, hogy térítésmentesen jár mindenkinek az oltóanyag, aki valamiért a betegséget könnyebben terjesztheti az átlagnál. Ide tartoznak például ugye az egészségügyi dolgozók, szociális intézményben dolgozók, ugye ők sajnos itt az átvívő szerep nagyon nagy, nagyon fontos, hogy ők oltakozzanak, és a különböző állattartó telepeken dolgozó emberek, őnekik is térítésmentesen jár, de mindenki részletes felvilágosítást kap. Itt a krónikus betegségeknél nagyon sok mindent felsorol, keringési, légzési betegségeket, anyagcsere, ugye nálunk nagyon sok sajnos a cukorbeteg az országban, őnekik is térítésmentesen jár, a házi orvosok tud ebben segíteni. Amennyiben valaki hál' Istennek teljesen egészséges, és nem esik be ebbe a csoportba, ők pedig receptre megkaphatják az oltóanyagot a patikában, és ezt ugyanúgy beadja nekik a házi orvos. Mi az oltóanyagok számának a fogyását látjuk, ez nagyon jó itt a megyében, nagyon jól dolgoznak a házi orvosok, ezt elmondhatjuk. A 18 000 oltóanyag, ez most nem is a megyére, elsősorban mi a három járásról tudunk beszélni, ami hozzánk tartozik, ez a sárbogárdi, Martonvásár és a dunaújvárosi járás, a kivitt 18 000 oltóanyagból már több mint 13-at eloltottak a házi orvosok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó működését mutatja a házi orvosi rendszernek, és természetesen akár az oltásoknak a pótlására, kiegészítésére is van lehetőség, tehát valaki esetleg több oltóanyagot igényel. A szakemberek január végére, február elejére jósolják az influenza járványt, amely közösségekben terjed leginkább.
elkerülni azért el kell, hogy mondjuk nagyon nehéz, mert a gyerekközösség az a meleg ágya mindennek, ahol terjed a fertőző betegség. Gyerekeknél is, aki esetleg, ugye itt is vannak azért krónikus betegségben szenvedő gyermekek, ugyanúgy a gyerekházi orvosoknál ott van az oltóanyag, tehát ezt úgy is tudják a gyermekorvosok, hogy kinél érdemes oltakozni. Hát megnő itt a többszörösére, amikor visszajönnek a szünet után, de hát egyértelműen látszik az ugrás, ugyanúgy a munkahelyeken, ahogy elkezdenek dolgozni, de főleg a gyerekközösségekben. Nagyon fontos a személyi higiéné betartása, ezt mondani kell a gyerekeknek, a gyakori kézmosás, a pedagógusok részéről például a gyakori szellőztetés, tehát ugye zsúfoltan vannak viszonylag egy kisebb helyiségben. A szakemberek szerint nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. Fontos a megfelelő táplálkozás, a rendszeres testmozgás, kézmosás és pihenés. És nagyon fontos azért az egészséges életmód, tehát hogy mozogjanak eleget a gyerekek, egyenek vitamint, itt most tényleg elsősorban a természetes formájába gondoljuk a bevitelt, és hogyha esetleg valakin észleljük a betegséget, akár a családon belül, vagy az iskolában, akkor mindig azt javasoljuk, hogy az a gyermek, vagy az a felnőtt maradjon otthon, amennyire lehet, hát megoldható lakáson belül egy kicsit elkülöníteni, nem együtt lenni sokat a beteg gyermekkel, amikor nagyon beteg egy kisgyermek, azért a többi gyermek ne látogassa. Tehát ezeknek a szabályoknak a betartásával azt gondolom, hogy azért lehet azért tenni, hogy ne essenek bele annyian a betegségbe. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentése szerint az 51. héttől 11 000 megbetegedést regisztráltak.